két részre tudom én is osztani a most már a karrieremet, vagy a versenyeimet, amit eddig futottam, van minden más, és van ez a 3 hetes. Igazából nem tudom hasonlítani semmi máshoz. Egy monti versenyt jobban tudok hasonlítani az eddigi versenyeimhez, mint ezt a 3 hetest. Ez egy egészen más műfaj volt, és erre én is csak a második, és leginkább a 3. héten jöttem rá. Mind testben, mind fejben ez egy egészen új szintje a kerékpársportnak, a versenyzésnek. Én nem is tudom, hogy lehet úgy készülni mondjuk egy versenyzőnek, hogy 3 hetest is szeretne nyerni, meg még egy naposokon is jól akar menni. Nekem számomra nagyon eltérő ez a kettő dolog, de úgy érzem, hogy a 3 heteseken lehet talán nekem nagyobb szerencsém, vagy ahhoz van nagyobb tehetségem. Élveztem mind a 3 hetet, rengeteget tanultam, jól éreztem magam, és igazából egyrészt büszkén jöttem el onnan, másrészt pedig úgy, hogy kicsit megnyugodva, hiszen láttam azt, hogy egész jól sikerült nekem is, és láttam azt, hogy miben tudok még fejlődni, és hogy úgymond, amilyen messzinek tűnik, mennyire közel is van az eleje. Úgyhogy igazából mindenképp életem egyik legnagyobb élménye volt. Várom már most a következőt. Az utolsó héten kíváncsi voltam, hogy leszek ezzel a verseny után, hogy amit vége van, visszamennék-e, vagy folytatnám-e, vagy nagyon jól fog esni a pihenés, és nagyon jól esik a pihenés, jó, hogy nem kell most már úgy edzeni, vagy utazgatni, de most már így 2 nap után úgy mondom, hogy már várom a következőt, úgyhogy egy napnak kellett eltenni, és már most azon gondolkozok, hogy lehetne jobban csinálni a következőt. Úgyhogy szerintem mindenképp lesz erre alkalom jövőre is, de így az idejéről elsősorban ennyit.